jó reggelt, és üdv a keleti pályaudvarról. A mai utam Brüsszelbe megy, egészen konkrétan először felszállok itt a bécsi vonatra, és Bécsből fogok utána az éjszakai vonattal Brüsszelbe menni. Az itteni vonatom az 4 óra 40-kor fog indulni, úgyhogy az nem sokára indul. Még egy gyors látogatási lehetőségem van az üzleti váróban, ami az első osztályú és üzleti jegyekhez jár. Én első osztályú jegyet vettem, mert decemberben megvettem, és ez így 35 euróba került, ami szerintem nagyon baráti ár egy első osztályú jegyére vonatra. Megnéztem most, mennyibe kerülne, ha most vennék nem sokkal az indulás előtt jegyet. A másodosztályú jegy lenne 50 euró, plusz ehhez még 32 euró, azt hiszem a plusz díj az első osztályra, ami azt jelenti, hogy több mint 80 euróba, tehát több mint a duplájába kerülne az a jegy, ha most venném meg. Szóval érdemes előre venni erre a vonatra is jegyet. Szóval a vonatom 4 óra 40-kor indul, és 7 óra 20-ra kellene Bécsbe érjen, remélem oda is ér. Ha odaér időben, akkor van kényelmesen 50 percem átszállni. 8 óra 10-kor fog indulni a Brüsszelbe menő éjszakai vonat, a Nightjet, ami másnap reggel 10-re fog odaérni. Most először nézzük meg az üzleti várót, aztán pedig keressük meg a vonatot. Ismét elviccelte velem azt a vasút, hogy a egyelőre üresnek látszó fülkébe a folyosó melletti legszélső helyet adta oda, és nem tudtam választani. Bármi ötleted van, hogy egy vonatnál hogy tudok, főleg mondjuk egy Budapest-Bécs vonatnál, de a bármelyik másiknál is konkrét helyet választani, akkor írd meg, mert a német vasútnál sem sikerült ezt összehoznom, hogy én mondjam meg, hol szeretnék ülni, itt se. A Eurostarnál ott tudok, és ingyen tudok helyet választani. Itt se pénzért, se, hogy nem találtam annak a lehetőségét, hogy én mondjam meg, hol szeretnék ülni. Ha van valami ötleted, akkor azt légy szíves kommentbe írd meg, hogy ki tudjam próbálni. Szóval nézzük meg itt a fülkét. Fokkal kényelmesebb, mint amivel jöttem. Ugye az egy Bécs-Bukarest éjszakai vonat volt, aminek a MÁV részében ültem idefele. És hát az egy elég lepusztult darab volt, ami azt illeti az első osztályon. Hát itt egy lényegesen kényelmesebb helynek látszik, viszont nincs asztal. Abszolút nincs asztal, nem tudom, hova lett az asztal, vagy el van dugva az asztal, még azt tudom elképzelni, hogy van asztalunk. Aha. Itt valahol eldugva, így van, itt van valahol lent egy asztalnak látszó valami, csak nem tudom, hogy le kell jönnöm, hogy kell ezt innen kiemelni, hogy az asztalhoz is hozzá tudja férni, szóval itt van valami asztalszerűség. Nézzük meg a túloldalon, hát itt kijön. Nem, itt se jön ki, lehet, hogy ezen valami gombot kell nyomni ahhoz, hogy kijöjjön. Ezt majd kiakkumulálom, és akkor a középső ülésnél semmilyen asztalt nem vélek felfedezni, amit lehet. Itt a folyosón, ahova én kaptam helyet, itt szintén van egy asztalszerű képződmény, amit még ki kell... Megvan, kifordul így, és akkor itt van asztal. De jó ég, alig mozdul, szóval hát igen, ez a pozíciója az asztalnak. Szóval ezen még van mit fejleszteni. Jézus, mert hát így egy picikét nehéz lesz. Nézzük meg a másik oldali asztalt. Itt milyen helyzet. Szóval, ha én ezt itt errefelé mozdít, igen, ez könnyűbben folyott. Jó, ez az asztal, hát... Jó, oké, arra, hogy egy italt letegyek, arra jó, arra, hogy komolyabb dolgot végezzek rajta, nem. Tehát ezzel szemben a kissé lepusztult idefele vonaton kényelmesebb volt az asztal, és hát közelében nincs a Rail Jet Expressnek ugyanez a vonalon járó osztrák vonat, ahol az első osztályon és a business classon is van kényelmesen asztal, amin lehet dolgozni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha teheted, és árban nincs különbség, akkor azzal a vonattal menjél. Én ugye ezzel megyek, hogy ne kelljen annyit várjak Bécsbe, megnézed egy korábbi videómat, akkor ott egy korábbi vonattal mentem el, és ott több mint, majdnem 2 órám volt arra, hogy elérjem a Brüsszel, illetve a Amsterdamba mentem a Nightjetet, és az hát igazából ennyi idő alatt sok értelmeset nem lehet csinálni, úgyhogy most bekockáztattam azt, hogy a legutolsó vonattal megyek, amivel még elérem elvileg a Nightjetet. 50 percem van, és körülbelül egy 5 perc séta, vagy maximum egy
picit több séta lesz a Bécsi vasútállomáson ettől a vonattól a Nightjet, tehát hogy a nagy kockázat ebben talán nincs, ha fél óránál nem sokkal többet késünk, ha késünk egyáltalán, ezt majd meglátjuk, akkor még mindig kényelmesen elérem a Nightjetemet. No, igen, szóval ez nem akkora kényelem, mint az osztrák változat ugyanezen a vonalon. Álljunk még egy pillanatra, felfedeztem valami érdekeset ebben a fülkében, méghozzá itt ezt a kis gombot. Ha én ezt megnyomom, akkor ez az ülés, ez lehúzható egészen viszintesig, ha egy kicsit küzdök vele, úgy, és lemegy. És nyilvánvaló, hogyha a szente lévő oldalt is ugyanígy kimozgatom, ha hagyja magát, így egy kézzel egy picit nehéz, de ez így átalakítható egy fekvőhelyé. Erre le lehet feküdni, ahogy visz. Érdekes egy megoldás, majd hogy nem egy gyakorlatilag, lehet, hogy ezt éjszakai vonatnak is használják, vagy legalábbis úgy van kitalálva. És egy fekvőhelyen van. Nyilván két hely kell hozzá, egy embernek, hogy aludni tudjon, de nincs senki más, de lehet feküdni. Egy perc késéssel elindultunk, míg az utolsó pillanatban jó pár ember próbált felszállni a vonatra, sikerültek is nekik, és egyedül vagyok egyelőre ebbe a fülkében. Nézzük akkor egy picit körül, még van konnektor és két USB ajzat, illetve két konnektor, két USB ajzat, van itt lámpa, amit föl tudok magamnak kapcsolni, meg le tudok kapcsolni, illetve hát igen, ezen a vonaton egy picit jobb minőségű szabályzók vannak, amivel tudom a hőmérsékletet, a hangerőt beállítani, illetve ha jól látom, akkor itt a fényt is tudom szabályozni magamnak, igen, így le tudom oltani egyik lámpát, sőt le tudom oltani a másikat, és akkor teljes sötétben tudok picseregni. Azt, ami egyébként, ha az ember kilátni akar, jó, föl legyűjteni ugye itt a sajátot, és akkor az így engem megvilágít, tudok olvasni, de egyébként egy kellemes sötét van a kocsiban. Úgyhogy ez igazából így alvásra is alkalmas, sőt, hát már csak azért is ugye alkalmas, hogy kicsit visszakapcsolom a lámpát, mert van függönyünk, amit be tudok húzni, és akkor kívülről nem látnak be, meg itt, ha jól látom, zár is, amivel be tudom zárni magamra a fülkét. Csomagoknak van bőven hely ott fönt, sőt, igazából kisebb, szűkebb csomagok ide beférnek az ülés alá is. Úgyhogy ez nem egy olyan rossz vonat. Az asztal, leszámítva, az... nem tudom, első osztályon miért csinálnak ilyen gagyi asztalt, ez másodosztálynak is gyengeszt. Na jó, jopsz, kanyarodik a vonat, és akkor én esek itt egy nagyot. Bekötni itt legalább nem kell magam, mint a repülőn felszálláskor, így eshetek nagyokat. Ez pedig a vagonnak a másik oldali WC-je. Egyik sem működik. Ha keresünk WC-t a túloldalon. Itt működik a WC. Sőt, a pelenkázó asztal is. És egészen értelmes állapotú WC-nk van. Mosdor. És jó tágas, ugye mozgás korlátozottak számára is használható darab. Sőt, itt van egy egész szép kerékpártároló is. Ha kerékpárt akar hozni az ember a vonaton magával, és itt le is lehet ülni a kerékpárnál. A másodosztály is egész jól nézett ki. Óra után 21 perccel pontosan érkeztünk Bécsbe, úgyhogy most megkeresem azt, hogy honnan indul a 8 óra 10-es brüsszeli vonat. Erre van közel 50 percem.